elérkezett az igazság pillanata, elhoztam az íveimet, az aláírásokat ide a polgármesteri hivatalba, most összeszámolják, és meglátjuk, hogy ebből mennyi érvényes. 509 érvényes, és ilyenkor nem is számolják tovább, ugye? Csodálatos, akkor megvan az enyém. Akkor köszönöm szépen, akkor hétfőn viszem a maradék íveket. Szintén szólva, annyira durván nem fog az agyam, még csak 2 órája vagyok itt, de úgy le vagyok fagyva, mint a rohadt élet, úgyhogy egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy gyűjtsük azokat a kurva aláírásokat. Szeretik. Sokan ide jönnek. Amikor volt itt több stand is, nem csak itt másütt is gyűjtöttem, az MKKP-hez jöttek ide a legtöbben, úgyhogy ezért nem is annyira értem, hogy miért nekünk nincs meg. Hát a tegnapi optimista becsléseinket ma fölülvizsgálva azért még mindig jól állunk, de azért nem teljesen tuti a nyerés. De nem csökkenünk. Nem csökkenünk, de nem növekszünk eléggé. Úgyhogy most mindenkinek dolgoznia kell. Én sem tudtam ma forgatni, mert egész nap az irodában voltam, amit már... És észrevették az önkormányzat, hogy a könyvtárosnak is rajta van a neve. Kérdezzük már meg, hogy aláírta ezt az ívet. Hello, Monika, aláírtad az ívet? Én nem írtam alá. Nagyon jó feljelentést teszünk. Igen, de azt is gondolkoztunk, hogy érdemes lenne rákérdezni, hogy az én aláírásom hány pártajánló szelvényein szerepel. Mert gyanús, hogy nagyon sok olyan párt van, amelyik sehol nem gyűjtött, megvan neki, ott vannak a listán, és nem tudjuk, hogy honnan. Gyanús, hogy egymástól másolgatják. Jó. Sziasztok! Budaörs már sikerült. Igen? Budaörs már sikerült. Köszönjük szépen, nem kell aláírni. Akkor ezúttal meghívnálok titeket az ünneplő bulinkra, ami kedden lesz a Gödörben. Mivel még nem vagyok 18, ezért így tudom támogatni őket, hogy én is segítek aláírás gyűjteni, plakátozni. Most fogsz érettségizni? Nem, még attól azért távol vagyok. De most képzeljétek el, mióta ide jöttem, másfél óra alatt nem bírtam kiegyenesedni, mindig csak így. Megírtam, megjöttek. És most bírtam először egy teát inni, nagyon jó. Nagyon-nagyon sokan jöttek. Nagyon érdekes, meg eléggé sűrű, mozgalmas. Mi vitt rá erre, hogy ki gyere ide? Hát, szeretnék én is változtatást, és tudom, hogy ez nekem is kell tennem. Még mindig állnak a paradicsomok, és a harmadik paradicsom egyszer csak érzi, hogy valaki a kopogtat a vállán. Hátra néz, a negyedik paradicsom az. Már régen beszéltek egymással, meg is lepődött. Ez már mióta nem beszél velem ez a negyedik paradicsom, és most meg itt izéli a vállamat. Na jó, mit akarsz? Kérdezi. Mondja, a negyedik paradicsom megszeppenve látszik rajta, hogy ő is tudja, hogy már korábban fölvette volna a kapcsolatot, ha most tényleg akar valamit. Azt mondja, hogy figyelj már, a harmadik paradicsom. Ne arra úgy, hogy megzavarlak, de... Nem tudod, hogy miért álltunk meg? Véletlenül? Vagy direkt? Vagy milyen okból? A harmadik paradicsom azt mondja, hogy nem tudom, hogy miért álltunk meg, de nem tudom, honnan találtad ki, én most pont ugyanezen gondolkodtam. Ez olyan, mint egyszer álmodtuk volna ugyanazt, hogy én ugyanezen gondolkodtam, hogy miért álltunk meg? Ez majdnem úgy csoda, telepátia, hogy ugyanezen agyaltunk, miért álltunk meg? Mondja a harmadik paradicsom a negyediknek. Így nézik ketten így a második paradicsomot, hogy nem kéne tőle megkérdezni, hogy miért álltunk meg? Nem tudom. A második paradicsomhoz már ilyenkor már nem lehet hozzászólni. Se kérdéssel, se válasszal, jobb nem izélni, tehát várjuk meg, mi lesz valami. Nem tudom, szerintem kéne neki szólni, hogy megálltunk, lehet, hogy észre se vette. De egyelőre egy a harmadik, meg a negyedik paradicsom így még nem meri meg. Nem meri megszólítani a második paradicsomot, hogy egyáltalán bármilyen kérdést föltegyek neki. Nem, hogy azt, ami egyébként mindenkit foglalkoztat, tudni, hogy miért álltak meg.